Oroszországnak nincs oka arra, hogy abba hagyja a világ zsarolását a Gabona megállapodás felbontásával, mivel az nem váltott ki megfelelő reakciót a világközösség részéről, közölte szerdán Mihály Lopodolják. Az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója kifejtette, hogy az úgynevezett Putyin csoport ismét megalázó zsarolás mellett döntött, Megszegte a Gabona szerződést, blokkolta a kikötőket, szándékosan súlyosbította az afrikai kontinens éhinségét, a világ szeme megtámadta Ukrajna kikötőit és gabonatároló infrastruktúráját, veszélyeztette harmadik országok kereskedelmi szállítását, és a megfelelő válasz még mindig nem érkezett meg. Kemény döntések helyett és az orosz kremlivének követeléseinek bizonyíthatóan figyelmen kívül hagyása helyett a nemzetközi közösség alázatosan azt kéri, térjetek vissza, vissza a megállapodáshoz, és szemet hunyunk fenyegetéseitek és bűneitek fölött, mutatott rá a tanácsadó. Podolyák szerint a kérdés az, hogy ebben a helyzetben miért kellene megállnia az orosz agresszornak, és miért ne alkalmazzon inkább továbbra is primitív zsarolást, gyilkosságot és pusztítást a saját helyi céljai elérése érdekében.